A munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapját világszerte április 28-án tartják. Ekkor az érintett dolgozók előtt tisztelegnek a családtagjaik, volt kollégáik és ismerőseik. A magyar kormány 2012-ben nyilvánította hivatalos emléknappá április 28-át. Szekszárdon idén a Tolna vármegyei kormányhivatal szervezésében tartottak munkavédelmi konferenciát ez alkalomból. Tavaly év során országos szinten 68 halálos baleset történt, munkabaleset. Tolna megyében csak egy, de ez is nagyon sok. Hát én azt gondolom, hogy van még mit tenni. Meg hát, ha az ember nem figyel, hogyha a prevencióval nem élünk, akkor bizony előfordulhat, hogy emberek megsérülnek. És nyilván az a cél, hogy aki dolgozik, az egészségesen menjen haza a családjához. A felszólalók között ott volt Zöld Nagy Viktória, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás felügyeletért felelős helyettes államtitkára is. Ő arról beszélt, hogy bár az elmúlt egy évtizedben jelentősen csökkent a munkahelyi balesetek száma, ami a kormányzati szigorításoknak is köszönhető, mégsem lehetünk elégedettek addig, amíg évente akár egyetlen ilyen eset is történik. Folyamatosan azon kell dolgoznunk, hogy minél jobb körülményei legyenek a munkavállalóknak, illetve ez alatt a fizikai, biztonságos munkakörülményeket, és nyilván a pszichoszociális tényezőket is, ami azt gondolom, hogy az utóbbi időben egyre jobban felértékelődött. Úgyhogy éppen ezért nagyon fontos ez a mai nap, amikor meg tudunk emlékezni azokról, immáron 10. éve, akik munkabalesetben megrokkantak vagy elhunytak, és ez nyilván alkalmat ad arra is, hogy egy kicsit beszéljünk azokról a kihívásokról, amik jelenleg a munkavédelem területén vannak, és mi számot tudjuk adni a kormányzati elképzelésekről. A cél tehát az első olyan esztendő elérése, amikor az országban nem történik egyetlen halállal végződő munkahelyi baleset sem.